aggódik az ebola miatt az ENSZ főfelügyelője. Szerintem minél tovább terjed a betegség, annál nagyobb a veszélye egy olyan mutációnak, amely már cseppfertőzéssel is terjed. A magyarok az átlagosnál kevésbé félnek a vírustól, de egy kutatás szerint 63% biztosra veszi, hogy nálunk is megjelenik. Tájföldi tudósok pedig azt állítják, hogy megvan az ellenszer. Rédli Balázs összefoglalója. Ez az a laborbankokban, ahol megtalálták az eddigi leghatékonyabb gyógyszert az ebola ellen. Legalábbis tájföldi kutatók ezt mondják. A felfedezés leegyszerűsítve a következő. Ha valaki elkap egy vírust, a szervezete antitesteket kezd el termelni, hogy az egészséges sejtekbe ne jusson be a kórokozó. A kutatók most olyan antitestet találtak, amely 5-ször kisebb az eddig ismerteknél. Mivel kicsi, követni tudja a vírust a fertőzött sejtekbe, mondja a kutatás vezetője, aki szerint ez áttörést jelenthet a betegség gyógyításában. Persze, mire egy felfedezésből gyógyszer lesz, évek is eltelhetnek. Éppen emiatt aggódik az ENSZ ebola ügyi felelőse. Anthony Bembury egy angol újságnak azt mondta, hogy azonnal meg kellene fékezni a nyugat-afrikai járványt. Szerinte minél többen betegednek meg, annál nagyobb a veszélye egy még gyorsabban terjedő mutáció megjelenésének. Például egy olyannak, amely már cseppfertőzéssel is terjed. Januárra már 1,5 millió fertőzött lehet Afrikában, mondja az ebola egyik túlélője, William Pooley. Önkéntes ápoló volt Sierra Leone-ban. A könnyével küzdködve mesélt egy kislányról, aki először a szüleit veszítette el, majd a testvérét. Betettem a kisfiút a hullazsákba, és a húga végignézte. Nem igazán fogta fel, hogy mi történik. Kivittem a zsákot a többi holttest közé. Másnap reggelre a kislány is rosszul lett. Egy friss felmérés szerint világszerte az emberek 77%-a tart attól, hogy a lakóhelyét elérheti az ebola járvány. Magyarországon kevesebben, 63%. A legtöbben Indiában félnek a betegség megjelenésétől, majd Argentína és Franciaország következik. A svédek veszélyérzete a legkisebb, míg az angoloknál, a németeknél és a lengyeleknél nagyjából annyian tartanak a betegség megjelenésétől, mint nálunk. A legközelebbi ebolás beteget most egy frankfurti kórházban ápolják. Egy ugandai orvosról van szó, súlyos az állapota. A beteg nem jelent veszélyt az itt lakókra, mondta a kórház egyik vezetője. Minden esetre nagyon szigorú biztonsági intézkedéseket vezettek be. Fertőtlenítik a környéket Dallasban, ahol az első Amerikában diagnosztizált ebolás beteg lakott. A családtagjai karanténban vannak, de rajtuk egyelőre nem jelentkeztek a betegség tünetei. Rédli Balázs, Hír 24.